igazi borzalom, a lét fájdalma úgy lett. A gyász megvette mind a könnyet, írja szép Ernő a Semminél kevesebb valami című versében, amelyből kiállításunk költői címét kölcsönöztük. A magyar írók az első világháborúban alcím azt a nagyon sokrétű kapcsolódást jelzi, amely a szarajevói merénylettől a háború befejezéséig, a sorozástól a testi-lelki megrokkanásig, a reményvesztésig, s akár a hősi halálig vezetett. Mindez rokon annak a 3,4 millió férfinek az érzésével, akik Magyarország és Horvátország területéről besoroztak, az 1,1 millió elesettével, a 3,6 millió sebesültével, a 2 millió hadifogságba esett emberével. Sokakhoz hasonlóan kezembe tarthatom nagyapám és testvére hadilevelezését, ez utóbbi írja gyöngybetűkkel 1917 húsvétjára szüleinek. Tessenek nyugodtak lenni, mert már mindenféle mozgalom oda irányul, hogy minél előbb kössék meg a békét. Bízunk is benne, hogy nem sokára meg fog lenni, és boldogan látjuk egymást mindnyájan. Ez utóbbi jóhaj, amely egybecsengett Babits Mihály 1916 húsvétján írt ó béke, béke, legyen béke már óhajtásával, sajnos nem vált valóra. Csorba László főhadnagy néhány hónap múlva elesett a Brassó melletti harcokban. Vagyok azzal a földégség szóval is, pedig hát ez a paraszt részéről nem más, mint a haza földjének szeretete. Azonban azért szó nincsen róla, van parasztgőg is, meg földégség is. Például a fiam írja az északi táborból. A gödrök előtt buzavetés van, még az ősszel vetették a katonák, de most már nagyon megnőtt, akadályozza a kilövést, nem látjuk tőle a muszkák állásait, tehát a búzát bármennyire nehezünkre esik is, még éretlen korában el kell onnan takarítani. Ez azonban elsősorban nem katonai foglalkozás, másodszorban igencsak játékos foglalkozás, mert aki kimászik a gödörből, abba azonnal belelőnek a másik gödörből a muszkák. Tehát önkéntes jelentkezők kerestetnek. Mindenki a gépfegyver osztagból, akinek otthon is földművelés volt a foglalkozása, a szolgálatra önként jelentkezik. Élvezet az kaszálni. Csak jó gaza legyen hozzá. Elsőnek egy hosszú, barna képű őrvezető ugrik elő. Úgy is írják a többiek, hogy cigány. Tiltakozik ellene mindig mondván, hogy ő sohasem volt cigány, mert ő pásztorember, az volt az apja is. Hát hol az a kaszán, mondja. Oda tegy meg a kaszát, kimászik vele a gödörből, és kaszálni kezdi a búzát.
Ahogy az alkonyuló nap fényében feltűnik a gödörből a föld színén a hosszú ember, a muszkák a másik gödörből azonnal öltözni kezdik. Az őrvezető megáll a munkában. Végtelenül megvető tekintetet vet a muszkabőrök felé. Marhák, mondja, hát nem látjátok, hogy nem verekszök, hanem kaszálok? Nagyobb igazság kedvéért kihúzza a tokjából a bajonétot, és kaszakő helyett a golyók járása között azzal feli a kaszát. A fenés alatt a kasza pengő. Csendülésének a szava áthallatszik a muszka gödörben. És a túlsó oldalon, a gödörben, a muszka parasztok megértik a kasza pengésének a szavát. A tüzelés megszűnik, hiszen ez a paraszt testvér kaszál. Na, mondja az ővezető, hogy a kaszája harsóba szalad be a növénybe. Na, csak hogy végre az eszetőköz jöttetök. Thank you.